lemondta baleseti ügyeleteinek egy részét a hétvégére a Honvéd Kórház. A Röntgenblog egészségügyi szakértő szerzője és az egyik szakszervezet értesülései szerint a kórház szakember hiány miatt volt kénytelen leállítani a többszörös sérüléseket szenvedett súlyos betegek fogadását. A szakemberek szerint a főváros 4 úgynevezett politraumás eseteket is ellátó kórházából egy általában lemondja az ügyeletet, de ez eddig épp a Honvéd Kórházra nem volt jellemző. 4 mentőautó ment be, és 7 jött ki a Honvéd Kórház mentőbejáratán vasárnap az alatt az 1 óra alatt, amíg kameránk a kórház forgalmát figyelte. A 4 érkező mentőautóból is csak egy használta a szirénáját. Kunec Zsombor a blogján arról ír, ezen a hétvégén a Honvéd Kórház nem is fogadott többszörös súlyos sérülteket. Az egészségügyi szakértő szerint mindez az orvos hiányra vezethető vissza, a nyári szabadságolások idején pedig tovább eszkalálódhat a helyzet. Ez azt is jelenti, hogy az olyan nagy állami rendezmények, amelynek eddig a Honvéd Kórház volt a lebonyolítója vagy háttérintézménye, mint akár a Forma 1, azoknak vagy a megrendezése kerül veszélybe, vagy pedig más kórházakat fognak megbízni ezen feladatok ellátásával. Emberhiány miatt legjobb tudomásunk szerint, de még egyszer mondani, hivatalos információnk erről nincs. Az ott dolgozó kollégáktól érdeklődtünk, hogy mi a helyzet. A RESASZ elnöke szerint a teljes budapesti betegellátás kaotikus és idejét múlt, ám az ígért szuperkórházakra még valószínű éveket kell várni. Igenis van emberhiány Budapesten és minden kórházban, közöttük nyilván a Honvéd Kórházban is, de ez más kórházra is jellemző. A Honvéd Kórház sürgősségi centrumát korábban irányító Burány Béla egy a HVG birtokába jutott levél szerint januárban arról írt. Egy működésképtelen, súlyos létszámhiánnyal küzdő osztályt vett át szeptemberben, novemberben viszont már csak 100 orvosi műszakot kellett más osztályról átirányított orvosokkal kiállítani. Nem olyan régen még a kormányzat azt válaszolta nekem egy írásbeli kérdésemre, hogy nincsen válsághelyzet a Honvéd Kórházban, mára meg az derül ki, hogy megint akár életveszélyes állapotú betegeknek az ellátása kerülhet veszélybe. Az LMP szerint azonnali 50%-os orvosbéremelésre van szükség, és arra, hogy a kormányzat mielőbb intézkedjen. Hasonlóan látja a helyzetet az MSZP is. Meddig tűrik még ezt az álmokfutást, amit a honvédelmi miniszter, az intézményvezető és Kásler Miklós végez az egészségügyben? Hát itt emberéletekről van szó. A Honvéd Kórház elismerte, hogy most hétvégére lemondta az úgynevezett harmadik progresszivitási szintű sérültek fogadását, ám a kórház megbetegedésekre hivatkozik és visszautasítja a rágalmakat. A Honvéd Kórház híradónknak azt írta, az ügyelet lemondása felelős döntés volt, a kórház pedig hétfőtől újra fogadja a sérülteket.